Sziasztok, én Horko vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Itt lesz velem Milan. Sziasztok! És Fire Emblem Three Kit PvP-n ládákat fogunk nyitogatni, ami azt jelenti, hogy 2 stack plusz 52 bánya kulcsot fogunk kinyitni, és 16 legendari kulcsot, és hogyha esetleg még jön belőle töredék, bármelyikból, akkor azt összerakjuk, és akkor olyan ládákat is ki fogunk nyitni, úgyhogy tartsatok velünk! Na, skacok, kinyitottuk az első 52 kulcsot, és már ennyi cuccom van, de hát menjünk tovább. Ahogy itt láthatjátok a videóból, kevesebb mint 64-et nyitottam ki, és így is furra betelt az inventorim. És egyébként közben itt az airdropok itt mennek sorba. Úgyhogy ezeket a cuccokat most gyorsan lepakolom, és akkor folytatjuk tovább.
És emberek, amire szerintem mindenki várt, hogy 16 darab legendari ládát ki fogok nyitni most ebben a videóban. 100% egyébként, hogy fogok kisorsolni nektek ezek közül. De ezt majd a videó végén elmondom részletesebben. Úgyhogy én azt mondom, skacok, hogy akkor kezdjük el, és nyissuk ki a legelső legendari ládákat. Eddig oké, mert akkor így van egy plusz kulcsunk. 32 aranyalma. Egy harmadik 7 napos szép jog. Ja, nem, mert ugye szép 3, szép 4, szép 1 jog. 2 legendári töredék. Obsidian Shield. OP. Pénzes zsák. Még egy. Még egy. Még egy. Aranyalma. Kis zsuzsó. Legendari melvért. Aranyalma. Csak úgy már nem látom, olyan sokan vannak itt. Ezt nem láttam. Ez mi volt? Mindenféle széfjogod van már. Most itt tetted ki a széf kettest. És még egy legendari melvért. Spacok, akkor én még gyorsan elszaladok csinálni még. Viszont, mielőtt még kinyitnánk ezt az utolsó legendari ládát, előtte még ezt a bányaládát, ezt a 4 darabot kinyitom, amit így közben itt átalakítottam. És így, ja, nem tudunk csinálni, oké. Okay. Na, úgyhogy skacok, el is érkezett az utolsó legendari ládának a kinyitása. 3, 2, 1, és egy legendari kard. Ami egyébként full ugyanazt tudja, mint a rare kard. Viszont ez a videó ennyi volt, és hogy ti se maradjatok üres kézzel, és hogy ez ne csak nekünk legyen jó ez a nyitás. Ezért, amit most az inventory-ban láthattok, azt ki fogom sorsolni. Itt van. 3 nyertese lesz ennek a nyereményjátéknak. Az egyik nyertes megnyeri a felső sort, a második nyertes adja a középső sort, a harmadik pedig a harmadik, az utolsó sort. És azt elmondom nektek, hogy hogyan tudtak erre a sorsolásra jelentkezni. Semmi dolgotok nincsen, mint hogyha nektek még ott az alsó feliratkozás gomb piros, akkor azt megnyomjátok, és erre a videóra dobtok egy lájkot. És leírjátok a kommentbe a játékos neveteket. És akkor már is esélyesek lesztek arra, hogy megnyerjétek ezeket a dolgokat. És az eredmény hirdetés az nem egy külön videóban lesz, nem TikTokon, nem Instagramon, hanem a Discord szerverünkben, pontosabban a Guildünknek a Discord szerverében lesz, amit megtaláltok a leírásban, úgyhogy csatlakozzatok be. Lesz egy olyan szoba, hogy sorsolások, és akkor ott fogom kiírni a játékos neveket, és ott fogom kisorsolni ezeket a dolgokat, amik azért eléggé sokat érnek. Úgyhogy jó játékot kívánok, és sok szerencsét, én Horkon voltam, találkozunk a következő videóban, jöhetnek a játékos nevek. Sziasztok!